A múzeumok éjszakáját először 2002-ben rendezték meg, azóta már országszerte csak nem 400 intézmény közel 2000 programmal várja az eseményre az érdeklődőket. Két év kihagyás után újra megnyitja kapuit a Sátorai Újhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum is. Szombat este, azaz június 25-én 6 órától várják az érdeklődőket. Ringer István, a múzeum igazgatója elmondása szerint egy kicsit visszafogottabban készülnek, hiszen jelenleg is zajlik egy kiállítás építése. A harmadik félidő bisztróban, a hátsó fős kiállítás bisztrójában lesz egy zenés bisztró, és Novák Zoltán és Eszter Beáta előadásában. A várahoz kapcsolódóan egy nagyon izgalmas háttér tudománynak a restaurátor szakmának a rejtelmeibe nyerhet bepillantást az, aki eljön hozzánk több alkalommal. Váradi László restaurátor fog egy bemutatót tartani arról, hogy a régészeti leletek milyen folyamatok eredményeként válnak kiállítási tárgyá, és ehhez kapcsolódóan egy preparátor bemutató is lesz, egy preparátor műhely fog egy rövid ízelítőt adni abból, hogy hogyan zajlik a preparátori munka. A múzeum további érdekességekkel várja a látogatókat. Szokásos kiállítás látogatásaink lesznek, illetve egy Raktárles című programunk is, ahol Darmos István kollégám a néprajzi gyűjtemény kulisszatitkaiba enged bepillantást, tehát a raktárnak olyan tereibe, ahova egyéb alkalmakkor a látogatók nem jutnak, és hát mindenféle népi játékok, gyerekprogramok is lesznek, úgyhogy mindenkinek ajánlom szeretettel 25-én, június 25-én a Kazinczy Múzeum programjait. 18 órakor lesz kapunyítás, és 10-11 óráig tart a program. A gyerekprogramok között kézműves foglalkozás, múzeumi totó és játszóház is várja a legkisebbeket.